kapcsolunk Marosvásárhelyre, mégpedig Kien Ilka, Magyar Örökségdíjas színművésznőhöz. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Marosvásárhelyen is gyönyörű szép megemlékezés szokott lenni november 1-én. Hogy kell elképzelni, hogy néz ki egy nap ilyenkor? Napokkal előtte elindul a hosszú sor a temetőkbe, virágokkal, mécsesekkel. Az emberek megtisztítják a sírokat, a sírok körüli helyet, bár a temetőgondoksága gondoskodik erről, de mégis egészen más. És hogyha vannak a közelben elhagyott sírok, akinek talán a hozzátartozója nem tud jelen lenni, akkor azt a sírt is megtisztítják, és oda is tesznek mécsest, egy-két szál virágot, mindenképpen gondoskodnak a szeretteikről és a környezetükről. És akkor halottak napján kimennek sötétedés előtt már, és késő estig kint maradnak, hiszen sötétedés előtt, hiszen a ravatalozókban mindig van istentisztelet, emlékmise, illetve egy kitűnő találkozóhely is, amikor rég nem látott ismerősökkel lehet találkozni és emlékezni a közösen ismert elhunytakra. Na most Marosvásárhelyen az is nagyon szép, hogy a nagyjainkra is megemlékezünk, mégpedig lehetőségünk van, hiszen szobrokat állítottak azoknak a híres személyiségeknek a tiszteletére, akik itt megfordultak, itt születtek, valami közük volt a városhoz. És akkor a szobrok körül is mécsest helyeznek el. Régebb, amikor én gyerek voltam, még nem volt ennyi mécses, és nem voltak ennyire színesek a krizántémok se. Inkább a fehéret választották az emberek, és nem volt ennyi virág sem, úgyhogy azokkal a virágokkal mentünk ki a temetőbe, amit a kiskertekben meg lehetett találni, vagy le lehetett vágni. És mivel fehérek voltak a krizántémok nappal, hogyha ránéztünk a temetőre, mert hiszen a legtöbbször dombon vannak itt a temetők, emelkedőn, rá lehet látni, akkor olyan fehérek voltak, mintha ott éppen havazott volna az éjszaka. Este pedig színessé vált, hangulatossá a sok-sok gyertyafénytől. A gyertyák is, azok a régi karácsonyfa gyertyák voltak, olyan hüvelyk, mutató újnyi vastagságúak, és bizony sokszor ügyelni kellett, hogy és megvárni, ameddig leég, mert nem volt semmilyen védőburka. Ha pedig szeles volt az idő, akkor elég sok baj volt a meggyújtásával és az égve tartásával, mert hát november 1-én már télire fordulhat az idő, sokszor leesik az első hó, vagy szeles az idő, vagy volt olyan is, most az idén is nagyon szép, meleg idő volt eddig, és nem tudom, remélem, hogy november 1-én is kellemes meleg idő lesz. Nos, még ami nagyon szépé teszi a várost is ilyenkor, hiszen, amint mondtam, a szobrok is világosságba borulnak, nem a mesterséges fény, hanem a gyertyák, a mécsesek fénye világítják meg ezeket. Van Petőfi Sándornak szobra, Körösi Csoma Sándornak van szobra. A két Bolyainak, Bolyai Farkasnak és Jánosnak van csodálatos szobra, ezt talán mindenki ismeri, hiszen Marosvásárhely emblémájává is vált. Bartók Bélának van szobra, Bartók Bélának az első felesége marosvásárhelyi volt, és nagyon sokszor jöttek ide. Innen indult tulajdonképpen az első székelyföldi gyűjtésére is 1914-ben. Nos, sokszor jöttek ide a Gecse Dániel, ma Stefáncsél Máré utca 13 szám alá, ahol Szigler Mártáék laktak, az első felesége. És koncertet is adott persze Marosvásárhelyen. Van Betlen Gábornak szobra, Rákóczi, második Rákóczi Ferencnek szobra, hiszen 1707-ben itt fejedelemmé avatták, illetve megerősítették a fejedelemségben. Nagyon sok
szép gesztussal tisztelik meg ezeket az elődöket a marosvásárhelyiek. De nagyon szép dolog és különleges dolognak tartom, hogy Marosvásárhelyen, a református temetőben az elhunyt színészeknek van emlékoszlopa, és az emlékoszlopra fel van írva mindenik elhunyt színésznek a neve és az életét jelző két évszám, köztük a vonalka, az a kis vonalka, ami az életet és a sok munkát jelenti. És ide is szoktak virágot tenni, mécsest tenni. Aztán van ugye a Donkanyarban elesett katonáknak egy nagyon szép emlékműve, egy szobor, amit Bocskai Vince alkotott, és a katolikus temető belső, ahogy bemegyünk, rögtön belül van, védett helyen. Itt nem csak ilyenkor gyúlnak fel a mécsesek, hanem január 13-án is, amikor a Donkanyarban elesettekre gondolunk és emlékezünk. Vannak, ugye... Jó reggelt kívánok én is. Azt ön is említette, hogy manapság már a temető képe más arcát mutatja, mint korábban. A szokásokat illetően van-e még valamiféle változás a korábbi időkhöz képest? Van-e akár közös virrasztás? Én közös virrasztáson, mint ilyen, nem vettem részt soha, pedig elég régebben a városban élek, lehet, hogy elődeim igen, nem hallottam róla, őszintén mondom, de az a tény, hogy oda elmegyünk, és jó pár órát ott vagyunk, ez számít a közös virrasztásnak, ahol a saját halottaink mellett állunk meg, illetve meglátogatjuk ezeket az emlékhelyeket is, amik léteznek, amik adottak. Nagyon sokszor a sírok műemlékek. Ez maga a virrasztás. És az istentiszteleten való részvétel is az virrasztásnak egy része. Így is lehet nevezni, hogy ez közös virrasztás. De nem hajnalig tartó, hiszen 10 órakor bezár a temető. Nekem több ismerősöm, barátom is szintén marosvásárhelyi, és azt mesélték, hogy van ilyenkor közös gesztenyesütés. Hát a gesztenyesütés az nagyon régi, még az én születésem előtt már hagyomány volt, és a vár alatt, ahogy megjön az ősz, megjelenik a gesztenyesütő néni volt, most egy fiatal asszony, aki annak a hajdani gesztenyesütő néninek az unokája, és aki hagyománytiszteletből folytatja ezt a tevékenységet, és természetesen, hogy ilyenkor halottak napja előtt a temető kapujában több gesztenyesütő is eljön, több kapu is van, és mindenhova, és gesztenye illat lengi be. A krizantém illata, a gyertyáknak a fénye, a gyertyáknak az enyhe füstje, és a gesztenye, a frissen sült gesztenye illata lengi be ilyenkor az utcákat, a környéken és a temetőket. Mennyire fontos az, hogy a fiataloknak is átadják ezt a hagyományt? Érdekes, hogy ennek a hagyománynak az átadása könnyűszerrel megy a fiatalok között. A világítás este van, ha úgy tetszik a virrasztás, de világítás ennek a közönséges neven állunk. Este van, és nagyon sokszor én, mint gyerek is, nem volt még halottunk, és nem a szüleimmel, hanem az osztálytársaimmal kiszaladtunk a temetőbe megnézni. Izgalmas volt a temetőben este sötétedés után járni úgy, hogy ott voltak azért a felnőttek, égtek a gyertyák, és most is így vannak. A fiatalok, főleg akinek még nincs halottja, ugye a szobrok körül gyűlnek össze, és beszélgetnek. Úgy veszem észre, hogy ezt a hagyományt szívesen átvették és ápolják, anélkül, hogy különösebben bárki is tett volna érte valamit, csak azzal, hogy a család felmutatta a mintát. Kién Ilkának nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.